add búzát, békességet, mert mi szeretjük a közönséget. Tartsanak velünk! Így kell ezt csinálni! Amikor megszülettél, minden megváltozott. Ha rád néztem, a szemem úgy csillogott. Soha nem éreztem ilyen boldogságot. Te elhoztál nekem egy új világot. Anya, mindig itt lesz veled, én mindentől megvédelek, ha kell. Minden eszembe szállok, addig én nem mehetek el, amíg nem rendezted el. Nekem tudnom kell, lesz, aki rád figyel. Igyekszem majd megtanítani, vihar ébreszt hajnalban, ha azt érzed, hogy nagy baj van, ha morcos vagy, mert szól a vekker, hajat tépni akkor sem kell, ha a kávé hideg nem segít, ha gyűlölöd a reggelit, én mosolygok és indulok, az élet a legjobb dolog. Most megyek, mert jó az alkalom. We'll be right back.
szebb hely, szomorgodni akkor sem kell. Most megyek, mert jó az alkalom. Mi régen fájt, azt már elhagyom. Vár a cél, és tudom merre. Aki jön, az velem nyerne. Most megyek, mert jó az alkalom. Ami régen fájt, azt már elhagyom. Vár a cél, és tudom merre. Aki jön, az velem nyerne. Legjobb dolog, hisz az élet a legjobb dolog. Így kell ezt csinálni. Mai vendégem nem más, mint Pály Zoli. Köszöntelek, Zoli, a műsorban. Nagyon örülök, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Nem biztos, hogy a nézőkben mindig felmerül az, hogy egy-egy sikeres produkció mögött te állsz. Mondhatni, ezt nem tudják. Pedig ez így van. Nagyon-nagyon sok híres művész köszönheti neked a dalait, hiszen te vagy az, aki hangszereli, stúdiómunkákat végzed, a háttérben kőkeményen dolgozol. Mégis a te neved soha nem merül föl. Ez milyen érzéseket kelt benned, akár negatív? Hát ez ezzel jár, tehát igazából nincsenek bennem negatív érzések. Nekem jó viszont hallani egy dalt, amiben tudom, hogy benne volt a kezem. Igazából kell egy érettség, hogy az ember ezt fel tudja dolgozni, és gyakorlatilag a helyén kell tudni kezelni. Most általában véve egy produkció, főleg manapság, nagyon-nagyon sok összetevőn múlik, hogy mennyire lesz sikeres, és nem csak a zeneszerző, vagy a hangszerelő, vagy a stúdiós az, aki egy picit háttérbe tud szorulni, hanem számtalan háttérmunkát végző ember van még, aki hozzátesz. Ez egy televíziós műsornál is így van, egy együttesnél is, egy zenekarnál is hasonlóképpen van. Gondoljunk csak bele, hogy ha meghallgatunk egy lemezt, például mondjuk a 80-as évekből, és az mondjuk nagyon-nagyon jól szól, de mondjuk a zenekar következő lemeze meg nem annyira, ugye láttunk már ilyet, akkor felmér az emberbe a kérdés, hogy vajon milyen hangmérnökök vették ezt föl az előzőt a magyar rádióban, meg a következőt, tehát hogy ezekről semmit sem tudunk, hogy a session zenészek például, hogy van egy zenekar, ami mondjuk 4 tagú, mint az ABBA, de mennyien dolgoztak mögötte? Ki játszott szaxofonon? Ki játszotta fel a basszusgitárokat? Ugye volt egy zongorista, és volt egy gitáros, és volt 2 csaj, aki baromi jól énekelt. Ennyit tudunk. De mi a helyzet a többi emberrel, akik mind hozzátettek az összes gigaslágerhez? Ez ezzel jár. Olyan, mint a vokálozás, hogy a vokalistákra kevésbé kíváncsiak az emberek, és mégis az egész részei. Ezt meg kell tudni emészteni sajnos. Tehát ez egy ilyen műfaj. De én azért úgy gondolom, ennek van némi előnye is, hogy te ugye nem mint csak énekes, hanem mint hangmérnök is dolgozol, hiszen egy csomó mindent el tudsz lesni. Az énekesektől nagyon-nagyon sok impulzus ér téged, amit mondjuk tudsz hasznosítani a saját produkciódban is. Ez igaz, az biztos, hogy az embernek kiszélesedik a látóköre. Tehát nagyon érdekes, hogy milyen különböző karakterű emberek léteznek, meg alkotnak, és hogy a sikerhez milyen különböző utak vezetnek. Tehát, hogy kiben mi a szerethetőség, ami miatt a közönség őt szereti, vagy őt választja, hogy őt tiszteli meg azzal, hogy kitünteti figyelmével. Ez tényleg egy érdekes dolog. Döbbenet, hogy például néha mennyire egyszerű emberek tudnak a közönség számára elfogadhatók, vagy szerethetőek lenni, és nagyon-nagyon képzett muzsikusok pedig háttérbe tudnak szorulni, mert azon valami nagyon hiányzik belőlük, az a szerethetőség, vagy nem az az útjuk, ki tudja, de ez tényleg érdekes, amit mondtál, hogy nagyon fura, hogy milyen különböző karakterek tudnak mozogni ebben a piacon, vagy ezen a művészeti ágazatban. De te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy mindenkitől leshetsz egy kicsit. Hát igyekszek, igen. És akkor itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a nézőknek is eláruljam, hogy én szintén
Zoli barátommal dolgozok együtt, és az én zenéimet is most már az utóbbi időben te készíted, amit nagyon köszönök is, és szerintem egy érezhető, lendületes váltás lesz most ez nálam is. Hát én köszönöm a lehetőséget. Ugye mindig azt szoktam mondani, már ez közhely, hogy egy kicsit olyan vagyok, mint egy fodrász, tehát én hozott anyagból dolgozom, és amikor a hozott anyag az nagyon jó, mint a te esetedben, és ezt nyugodtan mondhatom, nagyon mert köszönöm. Ez tény, akkor az ember abból többet ki tud hozni, és jobb lesz a végeredmény. Igazából én szerintem nem is tudok nagyon mást, aki hasonlóan dolgozna, mint én. Én azt találtam ki, hogy ez az én utam, hogy én mindig együtt dolgozom azzal, akinek a dal készül. Mert úgy érzem, hogy energetikailag a lelke akkor is ott van, ha mondjuk egy sort nem ír bele, ha egy hangot nem énekel bele, pusztán a jelenlétével engem inspirál, egy mosolyal már jelzi, hogy ez jó lesz, amit játszottál, vagy éppen nem erre gondolt. Ugyanúgy benne van a produkcióban, ez jobban hiszek a közös munkában, mint abban, hogy én a négy fal között egyedül csinálok valamit, és az vagy találkozik az illető ízlésével, vagy nem. És ezért volt nagy, és ugye nem mindegy, hogy a kémia hogy van ilyenkor, kivel hogy tudsz együtt dolgozni, és jelen esetben tök jó partnerre leltem benned, akivel élmény a közös munka, és szerintem hatékonyan és gyorsan tudunk dolgozni. Hát én kívánom magunknak, hogy ez még nagyon sokáig így legyen. Így. És akkor most élvezzünk el egy kicsit más vizekre. Régen, néhány évvel ezelőtt egy teljesen más ember ült itt velem szembe. Kopasz volt el, és nevezzük nevén Kövér. Kövér, igen. Most pedig egy... Majd csak nem férfi modell ül itt velem szemben. Hát a szép túlzás, most is lenne még mit leadni azért, de igen, hát próbáltam egy picit tenni azért, hogy képernyőképesebb vagy elfogadhatóbb legyek, és hát volt egy eléggé a pandémia időszakát, ugye, amit zenészek mi nagyon nehezen élhettünk meg, részint sem fellépések, sem egyéb jellegű munkák szinte egyáltalán nem voltak. Megpróbáltam ezt a javára fordítani a dolognak, és akkor elkezdtem egy kicsit a testemmel foglalkozni, ami semmi extra nem volt, csak odafigyeltem, hogy mit teszem, meg hát egy napi 8-10 kilométert sétáltam a kutyával. Részint ez a depresszió ellen is volt, ugye, ami eléggé rányomta a bélyegét még a nagy sztárok hangulatára is ebben az időszakban. Részint meg azért is, hogy akkor próbáljuk ezt egy kicsit alakítgatni, és hát akkor sikerült is egy jó pár kilótól megszabadulnom. Hát a hajátültetés pedig a másik volt, amit meg egy barátom javaslatára próbáltam meg. Hát ő igazából kopasz volt, és egyszer csak találkoztuk, és hát mondom, mi van hajad, vagy mi történt. És akkor elmondta, hogy kinél hogy volt, és gyakorlatilag akkor mondtam, hogy vágjunk bele. Az ember azért vág bele, mert akkor még nem tudja, hogy ez mennyire fájdalmas. De utána meg az ember már csak azért csinálja, mert szeretné, hogyha tényleg akkor lenne eredménye. Úgyhogy hát... És én látom, hogy ez mekkora változás, hiszen köszönöm. Amikor láttam a régi fényképeidet, hiszen előtte mi nem ismertük egymást. Én nem akartam elhinni, hogy ez te vagy. És elgondolkodtam azon, hogy egy ekkora hatalmas változás, az vajon milyen lelki változásokat szintén hozhat? Hát összetett folyamat, az biztos. Tehát gyakorlatilag azért rólam tudni kell, hogy én voltam nagyon vékony is. Tehát, hogy nem az volt, hogy volt egy nagyon elhízott ember, aki kardinálisan változtatott, hanem ez egy időszak volt. Tehát a legvége az nagyon sok volt, 163 kiló voltam már a végén, de az tulajdonképpen egy fél éven át tartott. Tehát nálam eléggé volt egy íve ennek a dolognak. Hát igen, szóval részint a magánéleti dolgok is, munkahelyi problémák, édesapám halála sem tett ennek jót ennek a dolognak, és így összeadódtak olyan dolgok, ami miatt az ember pótcselekvéshez folyamodik. Láttunk már ilyet. Vannak, akik az alkoholt válasszák, én kényszerevővé váltam, tehát én egy nagyon megterhelő, nagyon nehézen át dolgozott éjszaka után, én leültem a tévé elé, beraktam a kalambót, és addig ettem a krumplilevest, ameddig az volt. Tehát gyakorlatilag ez a dolog, ez az embernek, akik szintén nagyon szeretnek enni, azok ismerik ezt a részét, hogy milyen nehéz nemet mondani. Ugye az emberek nagy része nap mint nap szembesül ezzel a problémával. És hát gyakorlatilag, ha azt mondták az orvosok, hogy ha nem változtatok, akkor nagyon rövid időn belül óriás problémák. Az infarktustól kezdve a zsírmáj, minden ilyen nagyon csábító dolgokkal rettentettek el engem a következményektől, egyszer muszáj volt. Tehát eljutottam arra pontra, amikor nem volt már lehetőségem. De most úgy látom, hogy testileg, lelkileg, hát, szellemileg, köszönöm. Hangilag nagyon egyben vagy. Nagyon szépen. Úgyhogy köszönöm, nagyon szépen megkérlek, hogy fáradj a színpadunkra, és énekelj nekünk. Nagyon köszönöm szépen, hogy meglátogattál minket.
kérdezel, de éreztem, hozzám érkezel. Még megsebzett a szó, a nincs, de éreztem, hogy te leszel a kincs. Kinyitottad a világ ablakát, fények gyúltak a sötétben, meghallottad a szívem hangszavát. Köszönöm, amit veled megéltem. Te leszel a kincs, még nem is tudtam, hogy létezel, de éreztem, hozzám érkezel. Még megsebzett a szó, a nincs, de éreztem, hogy te leszel a kincs. Térképünkön az utunk közös már, együtt megyünk a fény felé. Kettőnkre ott az örök öröm vár. Ez az, amit rég kértem én. Te leszel a kincs, még nem is tudtam, hogy létezel, de éreztem, hozzám érkezel. Még megsebzett a szó, ami te leszel a kincs. Jó így veled, jó így nekem, ölej mindig, fogd a kezem. Tennék,
ami egyszer még vigaszt adott, az eltűnt már rég. Eltűnt már rég, és rájöttem, nem lesz olyan, ki a helyedre lép. Ki a helyedre lép, de érzem, hogy él bennem még, aki nem mondott szó. Aki nem mondott szó, s ha előled eltitkolom, attól nem lesz jó. Nem lesz jó, ha csak egyszer hallanád a szívem dallamát, a titka rólad szól, belőlem szól. Hogy mondhatnám el, hogy értsd, hogy nélküled nincs nap, nincs éj, ha kéred, várok rád ezer évet, csak légy. Bízom abban, hogy ma sem okoztunk csalódást. Egy hét múlva újabb produkciókkal érkezünk. A viszontlátásra! Ma éjjel kirúgunk a hámból, ebből a...